Év végéig tart a Nemzeti Adó és Vámhivatal országos ellenőrzési akciója, amelyben főleg a karácsonyi forgatagokat, bevásárlóközpontokat és bármilyen más az ünnepekhez köthető fesztivál jellegű eseményt látogatnak a revizorok. Ellenőrzésre azonban a szezonális árusítókon túl is számíthatnak a vállalkozók. Ettől függetlenül a szolgáltatói szektor többi vállalkozása is számíthat arra, hogy megjelenhetnek nála NAV ellenőrök. Gondolok itt arra, hogy nem feltétlenül csak az éttermeket látogatjuk majd végig, hanem ugye azért a téli időszakra a hölgyek szeretnek megszépülni, vagy energiával feltöltődni, ezért elképzelhető, hogy a szépészeti ipar is ismét górcső alá esik. Alapvetően a nyugta és számlaadás szabályszerűségét vizsgálják a NAV munkatársai, de ellenőrzik az áruk eredetét, illetve az online pénztárgépek használatát is. A mulasztók súlyos büntetésekre számíthatnak. A büntetési tételeket ugye törvény határozza meg, de például, hogyha valaki a foglalkoztatás terén szabályt szeg, tehát az alkalmazottját nem jól jelenti be, vagy egyáltalán nem, ő például akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságra is számíthat. Ez természetesen már a legmagasabb tétel, azért ettől méltányosabb szokott lenni az adóhivatal, de a notórius visszaesők biztos, hogy a legnagyobb szigorral számolhatnak. A tavalyi évben az észak-alföldi régióban összesen 10 millió forintnyi büntetést szabtak ki csak decemberben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra hívja fel az árusok figyelmét, nem érdemes trükközni, a büntetésük ugyanis nagyobb lehet a bevételüktől.